Hermione Granger. Milyen tulajdonságok jutnak eszedbe, ha meghallod ezt a nevet? Okos, bátor, intelligens, szabályszerető? Elsőre igaza lehet annak, aki ilyesmikre gondol, azonban ha közelebbről megnézzük, hogy pontosan miket csinált a könyvek alatt, rájöhetünk, hogy az ő személyisége sem csak pozitívumokból áll. Természetesen ez mindenkiről elmondható, mindenkinek van egy jó és egy rossz oldala, azonban ezekben a videókban azokat a dolgokat szeretném kiemelni, amelyeket nem biztos, hogy mindenki észrevesz, és így egy-egy karaktert egy teljesen más megvilágításba helyezni. Következzen tehát Hermione sötét oldala. Kezdjük Hermione egyik legismertebb tulajdonságával, méghozzá azzal, hogy mennyire szereti betartani a szabályokat. Legalábbis úgy tűnhet. Emlékeztek Ron szavaira az első és az ötödik filmből? De a zárult részben nem voltatok. Kellemes karácsonyt! Nagyon rossz hatással vagyunk Hermione-ra. Miért baj az, ha Umbridge megtalál minket? Szétizgat. Nem igaz. Nincs is izgalmasabb, mint tilosban járni. Ki vagy, és mit csináltál Hermione Grangerrel? Én most nem is csak a filmekről beszélnék, mivel Hermione leginkább a könyvekben tett dolgaival bizonyította, hogy nem is annyira szereti a szabályokat. Egész pontosan csupán addig tartja be őket, ameddig azok az ő hasznát szolgálják, azonban ha átbillen a mérleg, és már az útjába áll egy-két előírás, akkor egy pillanatig sem habozik megszegni azokat. Így van ez például a második részben, amikor ő áll elő a 100 fülé főzet ötletével. Valamint időnyerőt sem használhat csak úgy akárki, hiszen az idővel játszani nagyon veszélyes, azonban persze Hermione-nak, csak hogy járhasson az óráira, mégis szabad. Persze lehet mondani, hogy mások engedélyezték neki, de mégiscsak egy fiatal lányról van szó, aki csak egyszerű iskolai okok miatt utazik az időben. Ha annyira okos, akkor tudnia kéne, hogy ez nem feltétlenül neki való. Aztán ne felejtsük el, hogy Umbridge módszereit látva neki jutott eszébe egy titkos társaság, a DS megalakítása, és még más egyéb nem túl szép dolgokat is csinált, amelyek közül egy-kettőt még később megemlítek. A lényeg ezzel kapcsolatban, hogy Hermione eközben sokszor úgy tesz, mintha amúgy érdekelnék a különféle előírások, és ez az, ami leginkább ördögivé teszi őt. Minden szabályszegést úgy követel, hogy tisztában van a következményeivel, és ismeri a kiskapukat is, ha vannak. Itt egyébként párhuzamba lehetne hozni egy másik karakterrel, aki nem más, mint Tom, de nem. Igen, tudom, hogy Voldemort és Hermione teljesen különböznek, de itt annyi hasonlóságot fel lehet azért fedezni, hogy Tom Denham is az a tipikus, okos, prefektus, jótanuló volt, akit soha nem gyanúsítana senki, ha egy szabálysértésről van szó. Így mindkettejük mestere annak, hogy hogyan lépjenek át bizonyos határokat, anélkül, hogy bárki is észrevenni őket. Persze a fontos különbség itt az, hogy Tom Denham ezeket rossz dolgokra használta fel, míg Hermione alapjában véve a jó célért szeg meg szabályokat, de ez így ilyen formában akkor sem jogos. A való életben is, ha valakit rossz indulatúan megölnek, az áldozat szerettei attól még nem bosszulhatják meg a gyilkosságot, így Hermione-nak sem kéne úgy tenni, hogy érdeklik a szabályok, miközben akármikor képes megszegni őket. Térjünk rá egy másik nagyon fontos eseményre, ami a negyedik és egy picit az ötödik részben volt jelen. Gondolom tudjátok, hogy Hermione mennyire megvetette a házi manók rabszolgaként való tartását, és valamilyen formában egyfolytában megpróbálta segíteni őket. Ennek legjobb példája a manók alkotmányos jogaiért országos mozgalom, amit ő hozott létre, és amellyel a manók életkörülményeit próbálta javítani. Na, de most egyáltalán nem a házi manókról akarok beszélni, hanem Rita Vitrollról. Hermione ugyanis a negyedik rész végén rájött, hogy Rita Vitroll egy regisztrálatlan animágus, aki egy bogárrá tud átváltozni, és így szerzett meg olyan információkat, amelyeket senki más nem tudott volna. Amikor ez kiderült Hermione számára, akkor egész egyszerűen fogta, és bogár formájában bezárta egy üvegbe, amit még csak el sem lehetett törni, szóval menekülési útvonal nem nagyon volt az újságíró számára. Ezzel a fogással pedig gyakorlatilag nagyon sok ideig zsarolta az idegesítő nőt, ami pedig egy rabszolga ellenes manójogi aktivistához kissé kegyetlennek tűnhet. Ebben a Rita Vitrollos esetben természetesen érdemes megnézni az érem két oldalát, hisz ha Hermione jelenti a minisztériumban, hogy Rita egy regisztrálatlan animágus, akkor a nőt valószínűleg hosszú időre az Azkabanba zárják. Így tehát mondhatjuk azt is, hogy Hermione végül is szívességet tett Vitrollnak, és még egy leckét is megtanított neki, de itt megint előjön a szabályok megszegése, szóval ez az egész zsarolás nekem kissé jellegtelen.
Még ezen kívül meg lehetne említeni, hogy Hermione kissé erőszakos is. Ha valamit nagyon el akar érni, akkor képes akármit megtenni annak érdekében, még ha az kissé könyörtelen vagy erőszakos is. Gondolhatunk itt például Piton talárjának felgyújtására az első részben, Malfoy megpofozására a harmadik részben, vagy éppen Marietta Edgecombra. Ha valaki nem emlékszik Mariettára, akkor elmondom, hogy ő Cho barátnője volt az ötödik részben, és a DS tagja is egyben. Azonban, mikor az anyja állása a minisztériumban veszélybe került, akkor elárulta Umbridge-nak a Dumbledore serege titkos gyűléseket. Ekkor egy számára váratlan fordulatként az arcán pattanásokból kirajzolódott az áruló szó. Ez Hermione-nek a műve volt, aki egy rontást rakott a DS tagok által aláírt papírra, mely szerint ha valaki beköpi őket, akkor ez történik az arcával. Hermione erről nem szólt a tagoknak, ami hát nem feltétlenül a legjobb döntés, tekintve, hogy Marietta arcán még a következő évben is látszódtak a pattanások, így ez az egész nagyon megalázó lehetett számára. Ez azért is fontos, hiszen a lány nem rossz indulatból árult el a DS-t, hanem szimplán féltette édesanyja állását. Na de nem szeretném Hermione-t még rosszabb szereplőként feltüntetni, hiszen tudjuk, hogy ezeket a dolgokat, amelyeket felsoroltam a videóban, közvetve vagy közvetlenül mind Voldemort ellen követte el, szóval tulajdonképpen annyira nem vethetjük meg emiatt, hisz összevetve más karakterekkel ezek a rossz cselekedetek nem olyan vészesek. Csupán gondoltam, hogy érdekes lehet egy ilyen videót is készíteni, hisz Hermione lehet az egyik utolsó olyan karakter, akiről valaki azt gondolná, hogy van egy egész sötét oldala is. Kommentekben várom a véleményeket, hogy ki mit gondol a felsorolt dolgokról, vagy hogy kihagytam-e valamit. Én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő videóban.